Mindenhol a gépben. És tart, elindult az 1800 méteres verseny. Nem indult jól Voodoo Master. Jó néhány hosszas hátrányt szedett össze. Sokkal gyorsabban kezd nála a Ranavalona, és Nagy Tamással elmegy vezetni. Mögötte pedig Unique Pilot színeit látom a második pozícióban. Aztán egy másik favorit, Bizbitru a harmadik helyen. Summer Story Bakossal belül a negyedik pozícióban. Zárkózóban van Kalandor, aki egy osztrák tenyésztésű ló, és a nem túl erős tempónak köszönhetően szépen lassan Voodoo Master is megérkezik a vezető lovak mögé. Jól együtt galopozik az egész mezőny, amikor még mintegy jó 1400 méter van hátra a versenyből. Annyi változás történt, hogy Unique Pilot átvette a vezetés, Unique Pilot az élen, és harmadik helyre csúszott vissza a Ranavalona, és most már az élen, az élmezőnyben van Dafra, olyannyira, hogy Dafra most már vezet, Kalandor pedig ott van mellette a második helyen, fejfej galopoznak, és a tömören együtt galopozó mezőny végére Please Be True csúszott vissza. Igen, kívül, de megkezdi a zárkózást Voodoo Master, akinek nem volt jó a startja. Most már ott van a közép mezőnyben, a terivérek pedig megérkeztek a kanyarba. 800 méter van még hátra a futamból, és még mindig magabiztosan az élet Dafra. Dafra mellett pedig Kalandor. Dafra Kalandor, ez az első két ló sorrendje. Mögöttük Summer Story színét látom, illetve Ranavalona ott van a harmadik pozícióban. Elég könnyen kézből galoppozik mögöttük négyessel Unique Pilot Martin Laubéval. Talán ő jön a legkönnyebben, bár elég sokan vannak még előtte. Jönnek a lovak most már lassan a befutó egyenesre. Jön az utolsó 400 méter Kalandor vezetésével. Kalandor megpróbál elszökni. Kalandornak van másfél-két hosszas előnye az élmezőnnyel szemben. Kalandor tudja növelni az előnyét. Kalandor, Ranavalona és Summer Story, ez az első háromló sorrendje. Még mintegy jó 300 méter van hátra a futamból. Még mindig az élen Kalandor. Kalandor tartja két hosszas előnyét a többiekkel szemben. Kalandor nem tudják megközelíteni. Kalandor biztosan nyerheti a versenyt. Kalandor, Ranavalona és Summer Story. Az utolsó 100 méteren eldőlt minden kérdés, és negyedik helyre pedig Voodoo Master érkezik, gyenge startját követően Kalandor Milan Konkójjal nyeri a nap első futamát, a Hitel Handicapet a Kincsen Parkban. Megvan a győztes hetessel Kalandor. Említettem a bemutatásnál is, hogy Kalandorra oda kell figyelni, hiszen első handicapjében fog futni. Nem voltak rosszak a formái, pláne az utolsó nem, akkor ráadásul elég közel végzett. Előtte azért kétszer gyengécske teljesítményt nyújtott, viszont a harmadik versenyében már elég sok mindent elárult magáról. Nagyszerű futással kvalifikált, ezt írta róla a Turf, úgyhogy ilyen szempontból talán a győzelme azért meglepetés, de a helyezése, jó futása engem bevallom cseppet sem lepett meg. Kalandor a győztes, Ranavalona és Summer Story, ők vannak még ott a dobogon, és Voodoo Master pedig megcsípi, vagy elcsípi a negyedik helyezést. 12,2-szeres szorzójával a legszélsőbb tétjáték. Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a handicapbe bekerült úgymond friss lovak, feljövőben lévő lovakat érdemes figyelni. 7-es, 5-ös, 6-os. 7-5-6, hiszen azért a handicap beállítási számuk ilyenkor derül ki, hogy mennyit is ér, amikor már handicap lovak közé kerül. Kalandor jól kvalifikált, erre szoktuk azt mondani, és itt a másodosztályi handicap alján szép győzelmet arat. Nem lesz ő rosszul, sőt, nem rosszul, már most kijelenthető, hiszen mondjuk nem ötödosztályban kezdi a handicap versenyzését, hanem itt a másodosztály alján, és szép, biztos győzelmet arat. Egy kámzi napaságú sötét pejmény Kalandor, mögötte Ranavalona a második, a harmadik pedig Summer Story, 7-5-6. Ez a nem hivatalos befutási sorrend. Jön vissza a verseny győztese. 2-4, 2-4-3, 2-4-5, 2-4-1. Ezek a legkedveltebb játékok. Kalandor Milan Konkójjal, Miloslav Jovanovics a ló trénere.